A bőr minden napon eltöltött órát, valamint a káros UV-sugárzás hatását megőrzi, és mint egy összeadva raktározza. Vagyis minden egyes napozással és leégéssel egyre növekszik a bőrdaganatok kialakulási valószínűsége. A szakértők szerint a ma 40-50 éves generációban igen magas a bőrrák és más bőrdaganatok kialakulásának kockázata, mivel az ő gyerekkorukban kevesebb hangsúlyt fektettek a napvédelemre. A bőrgyógyászok ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy minden pigmentfoltot tartsunk szemmel. Vendégem a stúdióban, dr. Szondi Györgyi Bőrgyógyász, köszöntöm. Köszönöm. És hát már lehet, hogy nagyon sokadik alkalommal, de újra beszéljünk erről a témáról, mert én gondolom, hogy nem felesleges. Mik a legfontosabb és legalapvetőbb jó tanácsok? És itt most gondoljunk egy családra. Ahol van kisgyerek, van nagyobb gyerek, van apa és van anya. Mindenképpen nem lehet eleget beszélni az anyajegyekről, a napozási szokásokról. Mindenképpen a 40, a bevezetőben is említett 40-50 éves korosztály az, akinél ö, nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt a mi gyerekkorunkban is, hogy már szabadabban levetkőztünk, sokkal több napfény érte a bőrünket, és ezért sokkal könnyebben leégtünk. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindig a leégést kell legfontosabb dolog, a leégést kell megakadályozni. Tehát egy nagyon-nagyon enyhe napozás még azért beleférhet egy mondjuk egy strandolás során, de mindig oda kell figyelni, hogy melyik korosztályról beszélünk. Ugye az újszülöttekkel kezdjük, az újszülötteket egy éves korig ne tegyük ki direkt napfénynek, tehát semmi esetesen, nagyon alaposan óvjuk a bőrüket mindenféle naptól. Ezért szokták kérdezni, hogy egy három hónapos gyereknek milyen fényvédőt használjanak. Én erre azt szoktam mondani, hogy mivel annyira védjük a naptól, direkt napfénytől a bőrüket, fényvédőre sincs szükség. Mindig a legjobb a mechanikai védelem, magyarul ruhával fedjük az adott területet. Utána ugye nő a gyerek, ő is már nem marad meg a, a babakocsiba, vagy ahova tettük, természetesen mozogni fog. Próbáljuk meg azt, hogy amit csak lehet, azt akarjuk a bőrükön, és ahol kilóg, ott pedig fény, magas faktorszámú fényvédőt használjunk. A gyerekeknek mindig gyerekeknek való fényvédő az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy használjunk. Ezek azért kicsit különböznek a felnőtteknek való fényvédőtől, és mindig magas számú fényvédőt használjunk. Ugye nagyon fontos az, hogy felraktunk egy fényvédőt mondjuk reggel, mielőtt kimentünk a strandra, ugye, és még azt szeretném megemlíteni, hogy nem csak azt számít, hogy a strandra mentünk, hanem a játszótérre, a városba, az állatkertbe, de bármilyen olyan tevékenység, ami a szabad ég alatt zajlik, ott már fényvédelemről gondoskodni kell. Mielőtt kimentünk a napra, kenjük be a bőrünket, a miénket is, és a gyerekét is fényvédővel, és amit lehet, azt akarjuk ruhával mert természetesen a nagy kánikulában nem lehet talpig csadorba kimenni, de azért olyan ruhákat, ami a vállunkat azért elferi, azért célszerű felvenni, hogyha tudjuk, hogy több időt kint fogunk a napon tartózkodni. A felnőtteknél pedig természetesen ott is a mechanikai védelem, a fényvédő használata. Ami fontos tudni, hogy a... Bekenjük a bőrünket fényvédővel, néhány óra múlva az lekopik, lebomlik, leázik, mondjuk, hogyha a strandon vagyunk, ezért szükséges néhány óránként újra kenni a bőrünket, hogy ez a fényvédelem, amit egy fényvédő biztosítani tudjon, ez folyamatosan fennálljon. Sokan vannak, vagy talán a legtöbben, akik szeretnének szép barna bőrt, és most itt nem feltétlenül sötét barnára gondolok, csak egy ilyen enyhén napsütötte szint szeretnének a bőrüknek. Nem, nem biztos, hogy kell, ugye? Mi azt szoktuk mondani, hogy a fehér bőr az nem fáj, és az esztétikailag persze vannak olyan divat időszakok, amikor sokkal divatosabb egy barna bőr, de azért nem feltétlenül szükséges. A fehér bőrnél is nagyon fontos a fényvédelem. Tehát szokták mondani, hogy egy kicsit előbardulok, hogy amikor elmegyek nyaralni, akkor nehogy leégjek. Ez természetesen nagyon fontos ez a mondat, hogy nehogy leégjen, de, de azt szoktunk mondani, hogy inkább teljesen meg kell akadályozni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy kimentem a napra, az egyhetes nyaralás során leégtem, mert akkor a melanoma kockázata az növekszik. Abban az esetben, hogyha valaki azt mondja, hogy én mindig le szeretnék barnulni, és ezért mondjuk eljárok szoláriumba, akkor pedig a nem melanoma, hanem egyéb más, de rossz bőrákoknak a kockázatát növeli ezáltal. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az utóbbi években, és nem is tudom, hogy évtizedekről lehet-e itt beszélni egyáltalán, meg kellett ismerkednünk egy olyan fogalommal is, hogy napele, napallergia. Itt hogyan lehet -e ez ellen védekezni, vagy figyelni azoknak az embereknek, akik az erős napsütéstől ilyen allergiás kiütéseket tudnak produkálni? Hát a köznyelvben napallergiáról beszélnek, de azért itt is nagyon-nagyon sokféle betegségről beszélünk. Az, ami napallergia, tehát hogy tisztán UV-fény hatására kialakuló csalánkiütések, az szerencsére extrém ritka. Annak is megvan a maga menete, hogy hogy lehet ezt bebizonyítani. Amit a mindennapi életben napalergiának szoktunk mondani, az valamilyen tényező, például a bőret kerülő kozmetikumok, plusz a napfény hatása, és annak hatására, igen, valóban ott, ahol a napfénynek kitett helyen, de nem önmagában csak a napfény miatt alakulnak ki bőrtünetek, tehát ilyen mi hétköznapi dolgok is, hogy a tusfürdő illatanyag tartalma, a parfüm, amit magára ken az ember, a különböző kozmetikumok, amit magukra kenünk, kimegyünk a napra, megsüti a nap, és a kettő együtt az okoz mindenféle börtöneteket. Én úgy gondolom, remélem, hogy, vagy hát gondolom, hogy jól gondolom, hogy amikor az ember napozást tervez, egy ö, hosszabb időtartamot ö, a tűző napon eltölteni. Lehet, hogy érdemesebb lenne hosszú távon gondolkodni egy kicsit előre, nem a rövid távú színváltozást előtérbe helyezni? Mindenképpen. Tehát mi azt tudtuk mondani, hogy napozást azt ne, ne nagyon tervezzen az ember. Természetesen vannak olyan időszakok, amikor elkerülhetetlen, hogy az ember kint legyen a, a napon, és írja, a a napozás, de ami nagyon fontos, hogy ezt ne egy hét alatt, egy hétbe sűrítsük bele. Tehát például az utóbbi években megfigyelték, hogy a skandinávoknál megnőtt a melanomások kockázata, illetve az egyéb rosszindulatú a, a kockázata. Ugye a skandinávoknál azt mondhatjuk, hogy de hát ott nem is süt a nap. Hogy miért pont ott növekedett meg? Azért, mert a skandinávok lemennek délre a világos bőrükkel, Spanyolországba és a mediterrán országokba, és ott az egy-két hét alatt éri annyi napfény a bőrüket, olyan hirtelen leégések történnek, ami megnöveli a, a rosszindatú bőrek, a melanoma kockázatát. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy semmi eset. Tehát próbálj arra koncentráljunk, hogy a bőrünk maradjon világos. Ha nagyon elkerülhetetlen az, hogy mondjuk a tengerpartra nem menjünk fürdeni, akkor magas számú fényvédőről gondoskodjunk, próbáljunk mindig árnyékba maradni. Tehát az, hogy valaki kimegy egy hétre a tengerpartra, és egész héten fekszik a tűző napon, az az öngyilkosság kategóriájával ír fel. Mit tehet az, aki mégis leég? röviden mondjuk el? Hát a leégés esetén természetesen azonnal a hűtésről meg kell próbálni gondoskodni, tehát egy hidegvizes hűtés az, vagy hideg borogatás mindenképpen szükséges. Abban az esetben, hogyha még nem jelentkeztek hújagok, az a szerencsés megoldás. Semmi eset esetegyünk tegyünk a háztartásból tájföld olajat, és nem tudom, hogy miket szoktak felsorolni. Vannak ilyen a patikákban lehet kapni recept nélkül olyan készítményeket, amelyek egy kicsit hűsíti a bőrüket. Abban az esetben, hogyha egyéb tünetek is, ilyen napszúrás tünetei vannak, akkor mindenképpen házi orvoshoz kell fordulni. Köszönjük szépen, hogy bejött a stúdióba és tájékoztatta a kedves nézőket. Én is köszönöm a megkívást.